Jól láttam, hogy itt a második német gól előtt még a cipőd orra bele is ért a labdába? Igen, egy picit beleértem, egy minimálisat megpattant a lövés. Pont annyit nyilván, hogyha az embertől az 5 méterre történik, akkor az millimétereket jelent a végén. Lehet, hogyha nem patta meg, akkor megvan. Az, hogy most milliméterekről beszélünk, nyilván az egy nagy dolog, de ebben a pillanatban nehéz azért a szavakat megtalálni, mert ilyen közel voltunk valami egészen különlegeshez, és a végén centimétereken múlik az, hogy nem sikerült, akkor nyilván az ember nagyon csalódott. Összességében egyébként abban az időszakban érezted, hogy túl nagy lenne a nyomás a magyar védelmem? Nyilvánvalóan 2-1 után a németek mindent egy lapra feltettek. Nyilvánvaló volt, hogy be fognak minket nyomni a kapunk elé. Már az is nyilván egy pecs részünkről, hogy oda pont a Goretzka elé pattant, ugye a labda, blokkoltunk egy lövést, ő pedig nem tudom, körülbelül 10-12 méterről üresen tudott lőni. Nyomás alatt voltunk, de talán nem volt annyi helyzetük a németeknek, beadásokat próbálkoztak, hogy most minden áron az elsőből gólt szerezzenek. Na, hát nehéz. Elhiszem, de közben pedig rengeteg nagy pillanata volt ennek a csapatnak. Ha csak visszagondolunk erre a mérkőzésre, ugye ott az első német gólnál megint kicsit pekhed volt ezzel a csúszós labdával, de a csapat egyből váltott, szereztek egy újabb gólt, tehát érződik, hogy tényleg egymásért is képes küzdeni a társaság. Így van, nyilván, hogyha az ember azt mondja, vagy valaki mondja nekünk, hogy 2 gólt lövünk ma itt, akkor már előre csalódás lett volna az, hogyha nem sikerül megnyerni a meccset. Alapvetően egy-egy után szenzációsan reagáltunk, megszereztük újra a vezetést, és hát ja, nagyon közel voltunk hozzá. Nyilván ebben a csapatban óriási erő van, ezt már megmutattuk az eddigi sorozatokban is, a playoff meccsen, a Nations League-ben. Most pedig ugye itt az Európa-bajnokságon is az elejétől kezdve elhatároztuk, hogy nem beszélünk arról, hogy kik az ellenfelek a csoportban, csak magunkkal foglalkozunk, és ebből végülis 3-szoros mérkőzés jött ki. Mondom, nagyon sajnálom, hogy nem sikerült a továbbjutás, mert összességében úgy gondolom, hogy ezért a teljesítményre meg is érdemeltük volna. Te klubszinten egy top csapatban játszol. Most a magyar válogatott hol tart a saját útján? Nyilván, aki látta a meccseket, az helyén tudja értékelni. 3 top csapat ellen játszottunk, akik még tudtak ellenünk dominálni, viszont meccsről meccsre úgy gondolom, hogy fejlődni tudtunk meccsről meccsre. Játékban is előre tudtunk lépni. Ma volt talán az eddigi legjobb mérkőzésünk, és ugye azt már mondtuk, hogyha megcélozzuk az európai középmezőnynek a tetejét, vagy az élmezőny alját, az egy óriási nagy dolog lenne, és lépésről lépésre ez a csapat, ez halad előre. Remélem, hogy ez a lelkesedés, ez a közeg, ami most minket itt az Európa-bajnokság alatt körülvett, ezt tovább tudjuk vinni, hiszen mindannyiunknak egy életre szóló élmény volt a 2 hazai mérkőzés. Ugye a következő meccsünk az otthon lesz az angolok ellen. Hogyha hasonló teljesítményt nyújtunk, akkor ki tudja, hogy mire lehetünk képesek, és ugye hát nagy célok. Itt az EB alatt is megmutattuk, hogy nagy dolgokra is akár képesek lehetünk, és egy világbajnoki szereplés az biztosan az lenne. Innentől kezdve egy célunk van az, hogy ezt valahogy kiharcoljuk. Köszönöm szépen, sok sikert hozzá!